Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Pico frissen megjelent V43-12-21-es pályaszámú 4. B-korszakos villanymozdonyának Hánu lépítési nagyságú modelljét mutatom be nektek röviden. Az idei második szili variáns egy 4. korszakos, csillagos, eredeti kialakítású mozdony lett. A modell a 12-21-es pályaszámú szegedi honállomású mozdonyt modellezi, annak 80-as évek végi állapotában. Itt most ismételten nem csak egy egyszerű átfestést kapunk, hanem egy formaváltozatot. A most megjelent mozdony egy magas pályaszámú, körbefutó ereszcsatornás, szimpla lámpás, eredeti forgóvász szekrény kapcsolattal, szögletes ütközővel és ollós áramszedővel rendelkező variáns. Ilyen kombináció eddig még nem jelent meg. A mozdony másik érdekessége a festése, ugyanis a szegedi gép meglehetősen kicicomázva rótta a vaspályákat a modellezett időszakban. A szabvány azurkék mozdonyszekrény, sárga homlokfal és acátszürke alvázú mozdonyra számos egyedi jellegzetesség került fel. A körbefutó ereszcsatorna fehérrel van kihúzva, oldalt a középső géptérablakon a szegedi fűtőház tamponozott matricája látható, a homokoló fedelei pedig feketével vannak festve. Elől az ablaktörlők ezüstszínűek, a pályaszám felett pedig megtalálható Szeged államszocialista címere is. A csatlás fej középen feketére van festve, ahogy az alsó homlokfényszórók kerete is feketével kihúzott. A forgóváz és az alváz fekete, a forgóváz hattyúnyaka viszont acátszürke, középen az akuládán és a légtartályokon pedig fehérrel kihúzott részletek találhatóak. A lépcsők szélei pedig sárgával vannak kihúzva. Summa summarum, egy igazi egyedi gép érkezett most a Sonneberg-i gyártótól, aki az adott pályaszám minden egyes apróságát megjelenítette most a modellen. Belső tekintetében nincs változás, az eddig kiadott szilik sorát folytatja ez a gép is, plusz 22 csatlakozóval és a számtalan külön kapcsolható fényfunkcióval, mint a korábbi kiadásoknál. Felhasználás szempontjából egy 4. B korszakos mindenes kapunk, amit akár személy, akár tehervonatok élén bátran befedhetünk a telepasztalunkon. Aki esetleg a csillag letakarásával 5. korszakossá alakításon gondolkodik, annak érdemes figyelembe venni, hogy a mozdony elméletileg és a feljegyzések alapján 91-ben a főműhelyről már 3 lábas AFP 121-es félpantográf áramszedővel és sötét szürke főkerettel jött ki, így a modellen megjelenített állapotban, de letakart csillaggal ebben a formában csak pár hónapot közlekedhetett a gép 1989. novemberétől 1990. derekáig. És most nézzük meg a mozdonyt üzemközben egy picit a terepasztalon.
A bemutatott modell nem saját tulajdonú jármű, a videó készítéséig kaptam kölcsön. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!